Hát nem vagyunk könnyű helyzetben szerintem, mert a férfiak is minden, legtöbbjük máshogyan definiálja ezeket a férfi értékeket. De ez pont jó, mint a nőknél is, csak csacsognak róla, hogy mi lehet az, ami igazán férfias érték. Köszönjük Igen. szépen még egyszer a beszélgetést, és szeretnénk, hogyha kérdeznének. Nagyon nagy szimpatizálok mind a két klubban, a Lidiki klubban és a férfi klubban, és a férfi klub azért egy picit közelebb áll hozzá, mint férfi ember. A tradicionális, hagyományos értékeknek a megismertetése, illetve azok mentén való elfogadott szokásjogok megismertetése a gyerekekkel, és ennek a továbbadása, és ennek a kultúrának, amit egy élettapasztalata ad ugye a szülőknek, illetve ők is az előző nagyszülőknek, amit örököltek, és az általánosan elfogadott szokásjognak megfelelően ez nagyon tetszetős számomra, és kívánatos mind a két klub részéről. Amit szeretnék hozzáfűzni, remélem jól értettem itt mind a kettőtöknek a tevékenységét, biztos vagyok benne, hogy egymás értékeinek a megismertetése, ezt nagyon nagy felkiáltó jellel mondom, ugye a nők részéről a férfiak értékei, és annak az elismerése, a férfiak részéről fordítva. Ugye, hogy nagyon sok családban látom, tapasztalom, kicsit elfasztam én is ezen a dolgon, hogy az egy természetes dolog, hogy az asszony, ugye egy háztartási gépet vettem feleségül, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy főz most, takarít, és ez természetes, vasárnap is, korán kell, én a pihenek, megfőzi az ebédet, őrült munkával jár, ugyanúgy eltakarítani, én 5 perc alatt megeszem, felfalom a kaját, egy kicsit túlzásba bocsátkozok. Az asszony még mindig ott marad, én már benne a tévét nézem, hogy esetleg iszom a sörömet, vagy az üdítőmet, vagy szívem még hozzá, nekem négy szíves egy üdítő. Tehát ezeket az értékeket is közvetíteni kell a gyerek felé, hogy ez egy óriási feladat és munka, és nagyon nagy elismerésre ad számot, tehát a szülő, az anya felé. Ugyanúgy a hölgyek részéről nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy a lány nevelés. Tehát eleve úgy nevelik a lányokat, hogy olyan szintet állítanak a gyerek elé, hogy nincs el a fiú, aki ezt megugorja, vagy nagyon kevés van. Tehát a realitás alapján elveszítik a dolgokat. Erre gondolok itt a kölcsönös értékek elismerése, azon kívül a rengeteg pozitív értéken keresztül, amit képviseltek. Ezt szerettem volna még elmondani és hozzátenni ez a beszélgetéshez, de ugye ez egy fórum, tehát hát ha ezzel is több vagy, egy nagyon picit hozzájárulok ennek a jobbátételhez. Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy eljöttetek és a vendégeink voltatok. Ehhez abszolút szeretnék reagálni, mert két olyan témát is említettél most ebben a mondandódban, amit mi... Tehát konkrét témáink voltak, és lesznek. Tehát például a következő szalon nálam, amit én vezetek Pesti Dekúton, pont az anya-lánya kapcsolatokról fog szólni. Hogy ez milyen fontos, és generációkon átívelő tényleg egy olyan minta, amit nem nagyon tudsz neveléssel pótolni. Tehát ez jön. Sejtszinten örökíthető, de tényleg ez bizonyított is. A másik, ugye ez a házi munka és ennek elismerése, azt épp azt hiszem a múlt heti vagy a két héttel ezelőtti Ridicule magazinban volt egy téma, meg ez is volt az egyik műsornak a címe, hogy mennyit ér az annyi, vagy valami ilyesmi, hogy kész, ez egy ilyen szükséges, rossz, el kell végezni, és azt gondolom, hogy egyébként fiatal családoknál, tehát a mostani ilyen fiatal 30-as családoknál azt hallom, hogy a férfiak sokkal inkább bekapcsolódnak ebbe. Tehát, hogy teljesen természetes, hogy odáll és elmosogat és ezt csinál. Tehát nem is kérdés ez már náluk. Hát ugye a jobb érzésűeknél azt gondolom, de pont ilyen témák azok, amik erről mi is szoktunk beszélgetni. Köszönjük szépen, és várunk. Köszönöm szépen. Két gondolat elejét szeretnék a témához szólni. Előzetes várakozással én messzemelően beigazolódtak itt a beszélgetés kapcsán. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam, és nagyon sok gondolat visszaköszönt a saját kényünk közül is. Én tanítottam 20
évet általános iskolában, és tapasztaltam ezeknek a mintáknak a hiányát, a férfi minta, az apa minta hiányát a gyerekek között. Már akkor is nagyon sok elvált szülő gyermeke járt iskolába, nagyon sok gyereknek volt hétvégi szülője, vagy éppen nem volt. És jó magyar szokás szerint ugye a szülők a válás után a legritkább esetben maradtak korrekt partnerek. Legtöbb esetben, finoman szólva is, negatívan nyilatkoztak a gyermeküknek édesapjáról, édesanyjáról, és nem segítve ezzel a gyerek fejlődését elő. A mintakövetés a gyerekekkel való kapcsolattartásra csak egy érdekesség. Annak idején én elkövettem egy olyan merényletet, már aránylag nagyok voltak a tanítványaim, jól emlékszem, a 7. korban, amikor egy alkalommal beszélgettünk a szülőkkel való kapcsolattartásra. És én mondtam a gyerekeknek, hogy menjünk dolgozni a szülőknek, meg hogy kell viszonyulni a történethez, hogy csináljanak egy kis kísérletet. Amikor hazamennek, anyuka döntő többségben ő volt az, aki megkérdezte, hogy mi újság az iskolában. És akkor ők kezdjenek el valami blőd dolgot mondani. Mit tudom én? Megettem a macskát, akármit, tehát olyat, ami abszolút nem. És nézzék meg, hogy a szülőket volt elkárt. Nevettek a gyerekek, hogy persze, vicces. Komolytalan megmondtam. És utána, amikor jöttek a visszajelzések, azt mondták, hogy döbbenetes. Az esetek az ömében észre se vette a szülő, hogy mit mondott a gyerek. Mert azzal, hogy ő föltette a kérdést, hogy mi volt az iskolában, már nem főzött, arra gondolt, hogy mit kell adni a gyereknek vacsorára, holnapra, férje, ez az amaz. És ilyen felületi síkon zajlott az egész kommunikáció. És ez a 3x15 másodperc, ez rettenetesen be volt kódolva már akkor is ebben a kapcsolattartásban. És én saját példámban is tudom azt, hogy ehhez kell erő, akarat, hogy az ember átadja a saját tapasztalatot a gyerekeknek. Mert nekem is a gyermek, hogy mondom, segít, vagy csináljuk, hasonló, akkor úgy vagyok vele, hogy sietek, kapkodok, megcsinálom 3 perc alatt, ha együtt csináljuk, akkor az fél óra lesz. De szükség van erre a fél órára, hogy ott legyen, lássa, hogy hogy csináljuk, részt vegyen benne, hogy rontottuk el esetleg, hogy fogjuk helyrehozni, és ő találkozzon azzal, hogy egyáltalán hogy zajlik az élet, és belelásson egy kicsit. Nagyon-nagyon nagy hiányosságnak tartom a mai világban a pedagógus pályának az elnőjesedését. Tehát amikor egy tantestületben van mondjuk egy férfi, és igyekeznek arra használni, hogy menj ki és csinálj rendet, mert éppen verekszenek a gyerekek az udvaron, ez nem igazán vezet jó irányba. Az, hogy ennek mi lett az oka, az egy más beszélgetés témája lehetne. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a gondolatok, amik itt felszínre kerültek, de nagyon értékes beszélgetésnek tartom ezt a mait, és nagyon bízok benne, hogy lesz folytatása itt a térségen belül. Mind a két fajta klubnak látom a létjogosultságát, és csatlakozva ahhoz, amit itt elhangzott, hogy ha egy kicsit tudunk ebben előrelépni, egy picit a saját gyerekeinkkel, a saját unokáinkkal gyakorló nagypapaként megélem ezt a pici unokáimmal, hogy egy picit tudunk átadni nekik valamit ebből a mintából, hogy legyen nekik emlékük később is erről, hogy ezt hogy kell, azt hogy kell, hogy ezt a papa hogy csinálta. És egy személyes példával zárnám a történetet. Nekem hál' Istennek olyan édesapám volt, aki sokat foglalkozott velem. Én voltam ott egy szem arany fia, ugye, két lány testvérem mellett. És nekem számtalan konkrét esetben visszaköszönnek az ő szavai, mondatai, amik annak idején csináltunk, amit mondott egyes szituációkban. És mikor kimondtam azt a mondatot, akkor teszem, hogy Atya Úristen, 50 évvel ezelőtt ugyanezt a mondatot mondta nekem apám. És tudom, hogy volt olyan eset, amikor hát, őszintén a pokomba kívántam, amit éppen mondok,
aztán később beláttam, hogy igaza volt, és tudom, hogy a én gyerekem hasonlóképpen van ezzel, de ezen át kell esni, és ez az a bizonyos példamutatás, amit látni kell a gyereknek, hogy a élet az nagyon sok részt és nagyon sok mindenből áll, és ebből kell tanulni. Köszönöm szépen, én nagyon hasznosnak, nagyon jóra tartottam a mai beszélgetést. És elnézést, egy kicsit túl voltam. Enikő, még egy dolgot elmondhatok? Persze. Mert az kimaradt itt a gyerekkori történetből, de szerintem zárásnak már egy részemről egy fontos gondolat, hogy volt itt egy kép a gyerekkori fotók között, egy kirándulás képe, ami azért tartottam fontosnak, mert május 1-én oda kirándultunk. Tehát ez volt a táborfalvi megmozdulás, mindenféle politika és egyéb ment, egyszerűen egy majális jellegű történet, és így piknikeztünk. És az egészből, tehát itt gondolkoztam, ugye, ahogy így beszélgettünk a múltkor is a felkészülés alatt, hogy mi az, amit én innen elvittem? Azok a fenyők. Ugyanis nekünk azóta ilyen karácsonyfánk van. Ez kötte a táborfalvához többek között. Igen. Ez egy tárgyilagos dolog. Hát abszolút, de ez szerintem ilyen szimbolikus is, szóval az a gyökér. Ugyan a karácsonyfának nincs gyökere, de próbálkoztunk, talán kétszer volt egy valamilyen másfajta fenyő, karácsonykor utáltam. És azóta ragaszkodom hozzá, és mindig ilyen van, és tudom, hogy a lányok ezt tovább fogják vinni. Már december elején egy para, hogy honnan fogok ilyet szerezni, mert azért a városban nem nagyon lehet ezt a fajtát kapni, de mindig meg lesz. És nem tartod valószínűnek, hogy az emberek miatti hangulat köt téged a fenyőhöz? Tehát, hogy végső soron ugyanaz a jelenlét, amiről itt beszélt. Hát dehogy nem, persze, hogy... meg az a szokás, az amit láttam, mert hogy nekünk is ilyen fenyőnk volt. Tehát, szóval, hogy mit visz az ember tovább, mert biztos neked is van olyan momentum, amit a mostani családodban használsz, vagy egyszerűen beépült, amit mondjuk Csíkszerelából hoztál, és ez egy, az biztos. És külön becsülöm egyébként az én budapesti feleségemet, aki nagyon sok mindenben partner ezeknek a szokásoknak, vagy akár gesztusoknak az elfogadásában, vagy az üzemeltetésében, hogy ő maga teszi, és élvezettel teszi ezeket, ami nekem egy különös kegy és hogy élmény. Nem hagyja, hogy elfelejtsd. Igen. És csak annyit még én is, hogyha kiegészítésként, vagy reakcióként szólhatok, hogy mi arra biztatjuk a férfiakat, amire korábban nem kellett bíztatni, és valószínűleg azért nem kellett bíztatni, mert tették a dolgukat, és a családokban éltek, és beszélgettek, és lassabban zajlott az élet, és munka közben is volt idő azért a kommunikációra, mert hogy lassabban ment minden, nem voltak frusztráltak, túlterheltek, egyebek. És ezért ugye nem volt értelmes firtatni azt, hogy mi véget vagyunk a világon. De ha valami véget vagyunk a világon, az mindenképpen az, hogy örökül hagyjuk magunkat. Tehát örökítsük önmagunkat, ugye? Hogyha nem tudtam örökíteni önmagamat, akkor az életem értelmetlen volt. Na most legtöbb ember nem tud akkora nagy szellemi, művészeti, egyéb tevékenységet kifejteni, hogy valami világ megváltót tegyen. Ergo a családján keresztül tudja örökíteni önmagát, és hogy a férfi és nő együttműködésben a fogantatás, az csak a genetikai örökítése egy férfinak. Tehát egy férfinak azért érdemes személyiségfejlődnie, vagy személyiségét fejlesztenie, és tennie a világban dolgokat, amitől önbecsülése, önbizalma, önértékelésre, ezt meg bármi más is, hogy mindezt a fajta hozzáállását, kisugárzását örökíteni tudja, amire nem lesz képes csak folyamatos jelenléttel, és ráadásul legszerencsésebb az, hogyha ezt egy élethossziglan tartó jelenléttel tudja tenni. Tehát az örök a fogamzással, vagy az, hogy én az én gyerekem, és hogy a genetikámat örökítettem, azzal a nulla pozícióban vagyok. És az értékeim, és az egész, amiért van értelme nekem reggel fölkelnem, döntéseket hoznom, fejlődnöm, megugornom önmagam árnyékát, az, hogy azt tudjam örökíteni, és például, ha kikerülök a családomból, mert elválnak tőlem, vagy én elválok, akkor
ezt a fajta örökítést már nem tudom tenni, mert hétvégenként nem lehet tenni, illetve más férfiak bebeesnek ebbe a folyamatba, ugye, és összemocskolják ezt a történetet. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy például a elvált férfiakat hogyan tudjuk bevonzani ide, hiszen nem mindenki értéktelen disznó, akitől elváltak, vagy aki ő is maga is elvált, és hogy legyen amiért az értékeiket ismét ápolni, és a közösség javára, vagy a saját, vagy a más gyerekek javára hozzátenni. Ez egy, és a férfiak figyelmét fölhívni arra, hogy az élet értelme, a férfi lét értelme az az, hogy önmagunk örökítése nem a genetikai örökítésnél áll meg, hanem az értékeink örökítésén, amit csak élethossziglan tartó jelenléttel tudunk. Mert az élethossziglanság azért fontos, mert nem mindegy, hogy mit örökítek 40, 50, 60, 70, 80 éves, 100 éves koromban, akár egy nővel való viszonyomban is, ugye. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy én kitartok a feleségem mellett, ameddig a gyerekek 20 évesek lesznek, és utána azt mondom, hogy most elmegyek szabadságra, akkor ott az én értékeimnek az örökítése megszűnik abból a szempontból, hogy ők nem fogják már látni azt, hogy milyen az, amikor 55, 65, 75 évesen mit csinálunk. És akkor ő nekik is megáll ez a történet, amikor a gyerekeik 20 évesek lesznek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt belássuk, hogyha mondjuk előre vetítjük, és azt mondjuk, hogy a jövő generáció értelmében, vagy érdekében érdemes nekünk élni, akkor kötelességünk is van ebben a dologban, nem csak élünk bele a vakvilágba. És várjuk a következő kérdezőket is. Tehát az Imrének ez a apa-fiú úgymond gondolata, szeretném azt mondani, hogy valami olyat próbáltok felidézni, ami valamikor volt. Tehát a manuális készséget, ha nem tudja otthon megtanulni és az iskolában, mert hiszen ilyen tantár volt, mint politechnikai képzés, mezőgazdasági ismeretek, háztartási ismeretek, gazdaszönyvképzés, gazdagképzés, hát ezek iskolarendszerekben benne van. Magam is itt Táborfalván ezt tanítottam. Tehát ahhoz, hogy a gyerekek tudjanak, hogy mi az, hogy egy csavarhúzó, mi az, hogy egy kéteres vagy háromeres kábelt hogyan kell bekötni, meg ilyeneket. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez mindennapi élethez hozzátartozik, mert ne ebből éljen be egy olyan szolgáltató, amit otthon meg lehet csinálni, és nem kell 1000 forintokat fizetni azért, mert beköt egy, mondjuk egy elszakadt villany, valamilyen macsat. Tehát tulajdonképpen, ha ez a cél is, hogy valamit segíteni, az, amit a politika elrontott. Mert végül is mi jött a politikai, illetve politechnikai képzés után az internet. Tehát a gyerekeket hozzá szoktattuk, hogy ne dolgozzál, hanem nézzél, és természetesen az agyad közben jár, és megismersz sok mindent, az igaz, csak azt nem ismered meg, hogy hogy kell egy kést fogni, vagy hogy kell egy ollót fogni, hogy kell abból levágni valamit, és hogyan lehet a mamának vagy a papának segíteni bármit, amikor látom, hogy mit csinál. Tehát tulajdonképpen ez az egyik, amit ha ez sikerülne valahogy meghonosítani, igaz, hogy a jelenlegi úgymond oktatási rendszerben ugyan minimális lehetősége van egy iskolának az úgynevezett 10%-os helyi tanterve beletenni egy ilyet, de hogy bele kellene tenni azt, amit kivettek, mert tulajdonképpen amiről te beszéltél, ez a hiátusnak a kódlása. A másik pedig az, ami szintén igaz, és ezt mindig is nem csak magamnak mondtam gyerekkorom óta, hogy az időseket meg kell beszéltetni, mert ne vigyék magukkal azt a tapasztalatot, amit én tudnék hasznosítani, ha az élet olyan helyzetbe hoz. Tehát ezek a férfi klubban, amikor a gyerekek is ott vannak, akkor nem biztos, hogy csak a nagypapát kell, hanem más nagypapáját is. Mert a más nagypapája sokkal érdekesebbeket tud mondani, mint a saját nagypapa, mert azt már lehet, hogy hallottam. Tehát tulajdonképpen olyan érdekes embereket, akikre föl tudnak nézni, és példa is lehet számukra. Ez a fajta példaérték segítheti azt, hogy ő neki megmaradjon a gerince, és nem mindig valamilyen színekhez kötődő, politika által fetisizált emberben legyen a példaképpen, mert elveszti a saját egyéniségét. Márpedig a saját egyénisége a családon belül tudja elsősorban a gerincét megerősíteni, és nem mások.
Úgyhogy én ilyen szempontból azt mondom, hogy természetesen egy női klubnál is ugyanezek megvannak, csak más jelleggel, elsősorban nőies vagy a kapcsolatteremtésnek különböző formáinak a megismerése és gyakorlása olyan értelemben, hogy az ő egyéniségét, szellemiségét is bővítse. Úgyhogy elnézést már, hogy hozzá, de ilyenkor az emberből a pedagógus kijön az, amikor itt a gyakorlókertben tanítottuk a gyerekeket arra, amit otthon is meghallottak vagy láttak, de azért nem mindegy az, hogy hogyan kell mondjuk egy palántát ledugni, miért úgy kell csinálni, és mi az, hogy palánta. És itt ma ez egy városi gyerek azt se tudja, mi az, hogy palántat. Esetleg, ha van hobbi kertet, akkor sem nagyon megy oda, de inkább a számítógépnél ül. A nagypapa esetleg még kimegy, ha írja még mondjuk a rezsivel, és nem lopják el az ott lévő termését, mondjuk, amit ő megpróbál valamit a család érdekében, vagy a saját hobbija érdekében termelni. Tehát tulajdonképpen egy egészen vadonatúj helyzetbe, amikor valami hiány, pótolunk, és ehhez csak a kis közösséget tudnak segíteni. Ezért én is azt javaslom mindenkinek, hogy találjon magának közösségeket, barátokat, és ezt ápolja, és ezen keresztül mindig új egyéniségeket és új szellemiséget tud gazdagítani saját maga és a családjára. Köszönöm szépen! Köszönjük. Csak gyorsan egy picit, ha reagálhatok erre, a szükség van a hiátusok pótlásában, szükség van azokra is, akiknek ezt pótolni kellene. Rengeteget gondolkozok azon, hogy milyen valódi megoldásokat tudunk találni, mert az, hogy csinálunk internetes honlapot, meg szereplünk a tévében, az nem biztos, hogy meghozza a kellő hatást, hogyha nincsen fogadókészség a másik oldalon. És itt eszembe jut egy régi történet, amikor én egyetemi ilyen diákvezér voltam, akkor volt szó arról, hogy a különböző egyetemeknek integrálódni kell, mert hogy elég egy fej több egyetemnek, meg adminisztrációs költségcsökkentés is legyen. És ott mondta az egyetemi tanácson az egyik professzor, hogy hát igen, a temetőket is el lehet költöztetni egyik helyről a másikra, csak csekély lesz a belső támogatottság. És ez mindig a fejemben van, hogy ha ilyen helyzetben vagyunk, akkor hogyan lehet a halottak belső támogatottságát ugye megfeléleszteni, vagy megszerezni. És én arra jutottam hosszas gondolkodás és, hogy mondjam, konzultációs sorozatok után, hogy a mai kor fizetőeszköze a presztízs. Presztízsért mindenki mindent megtesz, hogy nagyobb autója, hogy nem tudom, öltönye, hogy olyan irodaházba dolgozhat, azért dolgozik 12 órát, hogy csili-vili az irodaház. Ez egy őrület. De mégis azt gondolom, hogy presztízst kell adnunk ennek a fajta praktikus tudásnak. Tehát, hogyha egyszer valaki megízleli azt ebben a világban, amikor senki nem adja föl a kabátot egy nőre, hogy milyen fantasztikus érzés az, hogy ő föladta, és a nő azt mondja, hogy hát évek óta nem találkoztam ezzel, de hát ez úgy azt mondja, hogy ez megérte. Vagy presztízst adunk annak, hogy ért ahhoz, hogy leszedi a villanykapcsolót, megigazítja, visszarakja, és valaki azt mondja, hogy ez igen. És ezért indítunk innen ilyen szépen lassan, mert le kell menni arra a szintre, ahol most mindenki van, el kell kezdeni dolgozni, és majd az munkának az eredménye megszüli azt a presztízst, ami miután egyre többen akarják önmaguktól ezeket az értékeket képviselni. Tehát ha ennek presztízst tudunk adni ismét, és a nők segítségében nagyon fontos a női visszajelzés, hogy igen, ez jó, ha egy férfi ilyen, akkor egyre többen akarnak majd olyanok lenni. Ezért is fontos a misszióban az együttműködés. És még egyszer, a modern fizetőeszköz a konvertibilis valuta, ebben a presztízs, és erre megyek én, hogy ha ezt sikerül megmozdítani, és ebben a idős generációkra való számítás egyértelmű. Tehát olyan, én azt gondolom, hogy nagyon erősen kell kapcsolódni mindenféle szinten. Apa-fia körök is ugye erről szólnak, hogy a apa-fia a nagyapa, tehát vagy mi bárki, több generáció az nagyon fontos. Köszönjük szépen. És az este utolsó mozzanataként, a vacsora előtt, ahol van mindenkit szeretettel várunk, szeretnénk felkérni Gecser Erzsike nénit, aki a múltkori beszélgetésnél, hogy ugye a Birinyi testvérek kerültek ide a színpadra, és ők meséltek nekünk, felajánlott egy nagyon-nagyon nagy lelkű ajándékot és egy meglepetést is nekik, amit most át szeretne nekik adni. A két testvér szeretném megajándékozni a legújabb körben, amiért a falunkért